hallgassa az ökumenikus gyülekezet, kérem tisztelettel Mózes első könyvének első részéből a 26., 27. és 28. verset, amelyeket olvasmányként és köszöntő igeversként olvasunk az ima hét szerves részeként. Itt szól hozzánk Isten igéje Mózes első könyve a Teremtés könyvének első részéből a 26. verstől. Akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Férfiúvá és asszonyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked az összegyülekezésért, az összegyülekezés lehetőségéért, országunk és népünk szabadságáért, hogy ezt háborítatlanul, bántás nélkül tehetjük, hogy nem botoznak, nem vernek meg bennünket, nem ráncigálnak bennünket bíróság elé, pusztán azért, mert a kereszt jele van a kabátunk hajtókáján, ami épületeink tetején, és különösen is a mi szívünkbe vésve, ami szavainkba bele égetve, ami bizonyságtételeinkben megjelenve. Köszönöm neked, Istenem, az igehallgató gyülekezetet, mindazokat a testvéreket, akik a három gyülekezetből elérkezhettek most ide. Imádkozunk azokért, akik egészségi állapotuk, vagy éppen lelkük betegsége, az útviszonyok vagy más dolgok miatt nem jutottak el hozzánk. Kérjük, hogy itt helyben is legyen a te áldásod mi rajtunk. Áldj meg bennünket, ahogyan Isten népeként együtt vagyunk, a Krisztus hívők egységét kiábrázoljuk, a te igédet hallgatjuk és hozzád imádkozunk. Az Úr Jézus nevében kérünk mindenre. Amen. Foglaljunk helyet, kérem szépen, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Az Úr 2018. esztendejének ima hetén, az egyetemes ima héten, annak második napján. Tegnapi napon már a római katolikus testvérek vendégszeretetét élvezhettük, és most itt vagyunk nálunk, mint ahogy a holnap este is, itt leszünk a baptista imaházba. Örülünk mindenkinek, aki eljött. Köszöntöm is római katolikus testvéreket, református testvéreket. Vannak közöttünk evangélikus vagy más felekezetbe tartozó, de az Istennek a népébe, az Istennek az egyházába, Krisztus hívők seregébe tartozó, mindenki érezze magát otthon, az Isten házában, és együtt legyünk áldásnak az alanyai és tárgyai. Kapjunk mi is áldást Istentől, és teljesen mi is áldások egymás felé. Talán csak azáltal, ahogyan egymással majd kezet rázunk, ahogyan egymással kezet fogunk, köszönünk, hogy másokra mosolygunk. Mai napon nincsen mellettünk Erdős Attila plébániai kormányzó, hiszen ő Szigetmonostoron teljesít szolgálatot, holnap itt lesz, és Isten igéjét ő fogja hirdetni. Viszont az ige szerint megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm kedves barátomat és testvéremet, Árva Völgyi Béla, tiszteletes urat, református lelkész kollégámat, másik oldalon pedig Váradi Antal baptista lelkész gyakornok kedves barátom van, akivel együtt szolgálunk itt ebben a gyülekezetben. Visszatérve a köszöntő igére, arról olvastunk itt testvéreim, hogy Isten megteremti az embert, többször hangsúlyozza az ige, hogy az ő képére, az ő hasonlatosságára teremti az embert, és az egész szent szövegből, az egész textusból árad az embernek a méltóság. Hogy az embert az Isten nem a csúszómászók közé, nem az állatok közé, a teremtett világ más rétegei közé teremti, hanem valami különleges, valami kiemelt helyzetben. És hát férfiaknak rossz hír, hogy a teremtés koronája az sajnos nem a férfi, hanem az ember. És benne van az asszony is. A teremtés koronája az emberi lény. A teremtett világban, ahogyan megjelenik. Férfivá és nővé teremti, és Isten megkoronázza az egész teremtést, ez egy emberi lényt hoz létre. És hallottuk, olvastam a parancsot, hogy az ember megkapja a hatalmat arra, hogy uralkodjon a földön. Hajtsa uralma rá! Milyen erős szó! De hát mindaz, ami ott van, az nagyon sok minden, csak nem a másik ember. A
másik embert nem hajthatod uralmad alá. Egy vékony kis lánc most is itt lóg a szószéken, ugyan tegnap is ott volt az oltáron, részletesen tegnap ismertettük, és a kezdő igehirdetés is, amit Isten kegyelméből mondhattam, erről szólt, hogy a jövevénység, aztán a rabszolgaság, a szolgaság az egyik nagy témája az imahetünknek. És ma kiemel egy témát, és persze több témát is, a témát szerkesztő bizottság és az emberkereskedelemről szól. Az emberkereskedelem az pedig a rabszolgaságnak egy különleges formája, mai formája, nem az a fajta, mint amikor hurokkal fogta a fehér ember a fekete embert, és elvitte a gyapott földjére dolgozni, hanem azt kell mondanom, hogy még ennél is gonoszabb formája, ami ma zajlik. Karib térségben is, és máshol is. Három területet is említ az ökumenikus füzetünk. Az ember kereskedelemben az áldozatokat gyermekmunkára, szervkereskedelemre és szexmunkára kényszerítik. Tegnap ezt a bilincset bemutattam, és beszéltünk arról, hogy milyen fogságban élni. Milyen az, amikor valaki fogva tartják. Nos, az ember kereskedelemnél csak ideiglenesen van bilincs a kézen, vagy lánc a lábon, utána szörnyű dolgok következnek. Valakinek szánt szándékkal a kómába taszítása, hogy egy szervét kivegyék, kioperálják, hogy valaki lehessen, aki anyagilag gazdagabb országba született. A gazdag nyugat összevásárolja a veséket és a többi szervet szegény országoktól. Aztán lekerül a bilincs a gyerekről, kisgyerekről, hogy tudjon dolgozni gyárakban. Gyárakban. Guggolva, szék nélkül, reggeltől estig több ezren, például egy olyan gyárban, amiről tudomásunk lett valamilyen módon. Vagy lekerül a bilincs és a lánc, hogy a szexmunkás ki tudja szolgálni azokat, akiknek a jövedelme ezt lehetővé teszi, hogy ilyen embereket vásároljanak. Sokszor kiskorúakat, felnőtteket, ilyen szempontból mindegy. Erre is emlékeznünk kell. Akkor, amikor olvassuk majd az olvasmányokat, amikor olvassuk a Zsoltárt, amikor olvassa majd testvérem a textust, az irgalmasságról, az irgalmas szamaritánusról. És megjelenik bennünk a kérdés, mit tehetünk mi ebben? Olyan kicsik vagyunk, olyan kevesek vagyunk. Nos, az Isten igé el fogja végünk bennünk ezt végezni. Tehetjük, hogy imádkozunk, de nem ez az egyetlen megoldás. Tegnap már láttunk ebben néhányat. Tehetjük azt, hogy tudunk róla, és ellene teszünk a magunk is köreiben, hogy ilyen rendszereket nem szolgálunk ki, és még az is lehet, hogy néhányakat Isten olyan helyzetbe, munkakörbe, pozícióba, döntés helyzetbe enged, vagy juttat, aki még ennél is többet tehet. Legyen velünk az Istennek a kegyelme, legyen velünk az Istennek a vezetése, és miközben mi, ami saját áldottságunkon, saját szabadságunkon gondolkodunk, akkor hálaadó imánk van, hogy milyen jó nekünk szabadságba élni, soha ne felejtsük el a kitaszítottakat, a nehéz helyzetben a lévőket, vagy az Úr Jézus mondja, a szegények mindig veletek lesznek, és ő ezt nem anyagi értelemben értette, csak ők is benne vannak. Szegények a Bibliában valami olyasmit jelent, hogy a társadalomnak az áldozatai, a jelenlegi világ berendezkedésnek az áldozatai. Tanulni fogunk idén is egy éneket itt a két nap alatt. Többször is el fogjuk énekelni, hogy ezeket az énekeket el tudjuk sajátítani. És ezek a papírok, ismét kinyomtattuk ezt, és tavaly azt vettük észre, hogy mindenki a tisztelettudóan itt hagyta, mert hogy templomból nem lopunk. De ez ajándék mindenkinek, jó? Tehát aki talál maga előtt egyet, és szeretni is fogja ezt az éneket, az vigyel magával. Ma is fogjuk kétszer énekelni, meg holnap is. Tehát ez azért elégséges idő, lehetőség lesz arra, én úgy gondolom, hogy az éneket megtanuljuk. A modern technika vívmányaival élők pedig ezt az éneket nagyon könnyen megtalálják a kezdősor alapján, az interneten, YouTube és egyéb alkalmazásokon. Hadd mondjam el azt nagy örömmel, hogy nagyon kedves barátom Pintér Béla ennek az éneknek a szerzője, akivel mi együtt szolgálunk nagyon sok alkalommal. Most vasárnap délelőtt, ami most majd jön vasárnap délelőtt, Budapesten egy rendezvény központban 800 diák lesz együtt, ahol
Béla testvérem az egyik dicsőítés vezető lehet, én pedig sokakkal együtt az Isten igéjét valamilyen módon hirdethetem, megjeleníthetem, úgyhogy nekünk nagyon, nagyon kedves ez az ének. Remélem, hogy nálunk vendégeskedő, szeretettel látott vendég testvérek is meg fogják ezt szeretni. Csereke Tamás, ami dicsőítés vezetőnk, a dicsőítő csoportunkkal együtt azon lesz, hogy meg tudjuk ezt tanulni. Jó, tehát egy kis tanító szekció következik, fogjuk ezt énekelni, amikor ennek az éneknek vége lesz, akkor pedig Váradi Antal lelkész gyakornokot fogom megkérni egy lekciónak a felolvasására. Remélem, hogy mindenki nézegette már ezeket a papírokat. Aki valamennyire ismeri a kottát, annak talán még könnyebb a helyzete. De én azt gondolom, hogy akik a legelején már itt voltak, ők egy kicsit csalhatnak, mert ők már egyszer hallották ezt tőlünk. Összegyakoroltuk és megnéztük, hogy milyen tempóba fog megszólalni. Tehát ez az ének akkor a következőképpen szól. Ahogy le van írva az elejétől a végéig, most egyszer el fogjuk énekelni a gyülekezetnek, és utána figyelni fogom az arcokat, figyelni fogom a szájokat, és nézni fogom, hogy ki mennyire buzgó, de mindenkit bátorítok arra, hogy tanulja. Nincs más.
Kérem a gyülekezetet, hallgassa Isten igéjét ülve. Mai olvasmányunk a Zsoltárok könyvéből a 10. Zsoltár első 11 verse lesz. Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgükben üldözik a nincstelen, de saját ármánykodásuk veszélyti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az urat. Fennhíjazza mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz, ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozótban. Lesi, hogy elragadhassa a nincstelent, kiveti hálóját és elragadja a nincstelent. Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában, elfelejtett Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Eddig Isten igéje. Amen. Nagyon erős képeket alkalmaz a Zsoltár író itt. Elénk hoz egy palesztinai kis falut, ahol talán a gyermek vagy egy öreg ember kijön a házból, hogy valamit tegyen, és a gonosz, az Isten ellensége, a sátán az így leselkedik rá, és a gyámoltalant kapja el. Nem a családfőt kapja el, aki jön ki a vadászfegyverével, jó erőben van, hanem a gyámoltalant, a kicsit, a gyengét. Gonosz világban élünk, és miközben olvasta a testvérem az igét, az jelent meg bennem, hogy mennyire más az Isten háza, az Isten népe, mint a világ. A világ nem akar tudni az ilyen gonoszságokról, pedig a világ teszi, de nem akar tudni róla. Egy társaságban, összegyűltött testvérek, egy nagyobb családi körben, munkahelyi beszélgetés, bármi egyéb, nem akarnak tudni a rosszról, nem akarnak tudni a negatív, nem lehet fölhozni semmilyen témát, nem, nincs olyan, ne beszélj róla, nem akarom hallani, felidegesít, zavar, nem akarom tudni. És közben még sincs valós öröm. Isten népében ez pont fordítva van. Mi tudni akarunk, tudnunk kell a gonoszságról is. Nem dughatjuk a fejünket. Nem dughatjuk be a homokba, egy lukba. Kitesszük a láncot. Felolvassuk ezeket az igeverseket. Van baj. Van tragédia. És mégis van áldás, és mégis van öröm. A világ azt mondja, nem akarok tudni a bajról, még sincs áldás, még sincs öröm. Mi azt mondjuk, hogy tudnunk kell, együtt szenvedünk a szenvedőkkel, amiben tudunk, és van áldás, és van öröm. Egy éneket fogunk énekelni. Hálát adva áldja Isten. Áldja Istent, mi él. Mindenki, aki él, akit Isten olyan kegyelmel részesített, hogy most például itt lehetünk. Ülve énekeljük el ezt az éneket, és utána majd jön Árva Völgyi Béla, nagy tiszteleti úr, olvassa majd a textust, amit majd akkor Árva hallgatunk meg, és az ige hirdetés szolgálatát végzi közöttünk. Az ének címe, hálát adva áldja Isten, mi él. Ez egy olyan ének, ami nagy hálaadásra indítja fel a szívet. Igaz, egy ilyen Zsoltár vers, a Zsoltár részlet felolvasása után nem biztos, hogy a hálaadás jön elő a szívünkben, de talán mégis, amikor azért adhatunk hálát, hogy az utcák zugában nem kell lapulnunk, és nem kell titkosan összejönnünk, ahol Isten dicsérhetjük. Ezért lehet hála a szívünkbe például, ezért ezt az éneket szeretnénk most elénekelni. Aki ismeri, az énekelje velünk. Kétszer fogjuk elénekelni. Hálát adva, áldja Isten.
is meg ajkamat, hogy szám hirdesse dicséretedet. Amen. Úrunk igéjét, ahogyan az imaheti füzet ajánlja, Lukács evangélium a 10. fejezetéből fogom olvasni a 25. verstől a 37. versig terjedő szakaszból. Lukács evangélium a 10. fejezetének 25. és következő verseiből így szól hozzánk Úrunk igéje. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint az Úr Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszol. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátod? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elment. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül melyik volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Fogjunk. Kedves testvérek, a tegnap esti igéből tájékozódhattunk arról, hogy mit tehetünk mi keresztény emberek az olyan időszakokban, amikor valamiféle népvándorlás kezdődik. Mi megérthettük, a világban jövevények vagyunk, de az Istennél nem. Mert ő a mi életünk, a mi sorsunk már a hívő ember számára. A múlandót éppen ezért nem kell maradandóként életcéllá tennünk, míg a maradandókért érdemes az egész múlandó életünket is odaáldozni. A mi áldott lehetőségünk az, hogy keresztjén magyarokként szeressük a mi Urunkat és egymást. Segítsük a rászorulókat, de nem elvtelenül, nem is a magunk nevében, hanem annak a Krisztusnak a nevében, aki azt mondta, aki szégyel engem is az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a Szent Angyalok dicsőségében. A mai nap címe, akik megfogalmazták, azok szerint ez lehetne, a Filemonhoz írott levélből vett gondolattal, hogy most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvéredet küldöm vissza hozzád, Onézimosz. A Filemonhoz írott levél az Új Szövetségben az egyik legrövidebb, és ugye arról szól, hogy ez az Onézimosz egy szökött rabszolga, Filemonnak a volt rabszolgája, aki Pál apostollal a börtönben találkozik, és hogy megtér az Úr Jézushoz. És akkor Pál apostol ezzel a mondattal, kéréssel engedi vissza az ő gazdájához, a szintén keresztjén Filemonhoz, Onézimoszt, hogy most már ne rabszolgaként tekintsél rá, hanem különösképpen is szeretett testvéredként. Nem ad ebben a rövidke levélben Pál apostol társadalom kritikát, nem írja azt, hogy a rabszolgatartás az Isten akaratával ellentétes dolog, hanem arra figyelmezteti a hívő testvért, hogy a rabszolgáját ne tekintse eszköznek. Különösen, mivel ő is keresztjén lett. Így a köztük lévő határokat el lehet küldetni a hitben. Engedje hát Filemon, hogy
hogy eltűnjenek, feloldódjanak a rabszolga és ő közötte lévő határok. Kezelje testvérként, bár a munkáját nyilván el kell végeznie, az ókorban sem került annak étel, aki semmit sem tett. Viszont végezze úgy, mint testvérnek, és nem mint tulajdonosnak. Nagy kérdéseket feszeget az ima hétnek ez a füzete. Magam mindig elgondolkodom azon, hogy milyen rettenetesen nehéz dolog az egész világ számára valamiféle vezérfonalat alkotni. Másik oldalról pedig azt is szoktuk érezni, mi lelkipásztorok, de bizonyára a gyülekezetet tagjai is, hogy vannak olyan esztendők, amelyekben inkább magunkra vonatkozónak érezzük a témafelvetést, és vannak olyan esztendők, amelyekben annyira távoli más országoknak a helyzete, hogy ott egy kicsit erőltetettnek tűnik a saját életünkkel való párhuzam. Én nagyon őszintén bevallom a testvéreknek, hogy Tajtóc falui lelkipásztorként én ezt az idei témát nem érzem a mi életünkhöz olyan rettenetes módon közel lévőnek, mivel hogy a mi országunk, nemzetünk rabszolgákat sem a múltban, sem a jelenben nem tart, így hát erről személyes emlékeink alig ha lehetnek. Sokkal inkább érdekes lehet az, ami a mai napnak a témája, hogy hogyan tűnhetnek el az ember és ember közötti határok. Mármint, hogy hogyan lehet a rabszolgatartó és a rabszolga a keresztény hitben testvére egymásnak. Na ez már rabszolgaságtól függetlenül is nagyon is érint bennünket, ez lehet a már megimádkozott üzenet, hogy aki testvérünk a hitben, azzal vállaljunk közösséget. Illetve, hogy tanuljunk meg felebarátként tekinteni legalább mi hívő keresztjének minden embertársunkra, akivel találkozunk, akivel kapcsolatba kerülünk. A felolvasott evangéliumi szakasz nagyon bőséges gondolkodni valót kínál ebből a szempontból is, mert a tanítás célját elárulja az ige fel is olvasta. Hiszen az Úr Jézus arra a provokatív kérdésre válaszol, hogy hát ki az én felebarátom. És ugye azért merül fel egyáltalán ez a kérdés, mert előzőleg az Ószövetségből, Mózes irataiból idézett kettős nagy parancsolatot idézi fel az, aki kérdez, és ugye elmondja az Úr Jézus, hogy cselekedd ezt és élni fogsz. Világos dolog. Mert már is indul a kiskapu keresés, már is hátulról a hátsó gondolatok előjönnek, hogy nagyon jó, de hát ki az én felebarátom? Én valakit felebarátomnak tartok, valakit meg nem. Hát akkor az Isten mi alapján fogja eldönteni, hogy én szerettem-e a felebarátomat? Mert a kérdező számára az, hogy az Isten szereti minden erejével, úgy látszik nem volt kérdés, ő itt találta meg a kiskaput, hogy na jó, de ki az én felebarátom? És nagyon sokan, nagyon sokszor itt találják meg egyébként a kiskaput, mert azt azért tudni kell, hogy ha az egyik fele nem működik ennek a kettős parancsolatnak bennünk, akkor a másik sem. Tehát ha az egyikhez kiskaput találunk, akkor azzal tulajdonképpen mind a két parancsot egészében negálom, megszegem, nem veszek róla tudomást. A példázatban azonban az Úr Jézus egyszer és mindenkorra méghozzá meghökkentő módon tisztázza ezt a kérdést, hogy ki a felebarát. Előjáróban még csak annyit, hogy ezt nagyon jól meg kellene mindnyájunknak jegyezni, és e szerint kellene élni, hiszen ha ezzel tisztában vagyunk, akkor tudjuk csak Isten szemszögéből is megpróbálni, megtartani azt, amit ő kér tőlünk. Nem a te döntésedre van bízva, hogy ki a te felebarátod, akit Isten akarata szerint szeretni tartozol. Krisztus világosan elárulta, hogy kire gondol az Isten. Már ebből az egyetlen ma elhangzott példázatból is látszik, hogy annyira zseniális, hogy emberi elmének a szüleménye nem lehet. Nem is az, nyilván, hanem az élő Istennek a kijelentése, maga az ige. Minden felmerülő kérdésre benne van ebben a pár mondatos kis tanmesében a válasz. Csak meg kell keresni. Már a kezdet is tökéletes. Olyan népekről beszél, amelyek egymást emberileg, hagyományosan, mindennek tekintették, csak éppen felebarátnak nem. Jerikó határváros volt nagyjából 27 kilométerre Jeruzsálemtől. Jelentős forgalma volt a két város összekötő útnak,
viszont vad és lakatlan vidékeken ment keresztül, ahol sok barlang volt, úgyhogy a rabló támadások valóban rendszeresek voltak. A határól a fővárosba igyekvő kereskedőket, utazókat érdemes volt kirabolni, mindegyiknél volt valami értékes. Visszafelé pedig nyilván a csere árut, vagy éppen a pénzt hozták magukkal. Jézus története szerint egy utazót kiraboltak és félholtra vertek, hogy felkelni sem tudott. Elképzelhetjük rettenetes állapotát. Már a fizikai fájdalom vagy egy magasabb láz mennyire le tud bennünket taglózni. Hát még ha erőszak áldozatai lennénk, ha ok nélkül bántanának. Sőt, ez az ember utat tett meg, ő ebbe pénzt fektetett, spórolt rá nyilván. És most egy pillanat alatt mindenét elvették tőle. Nincs tovább. Itt a vég. Fizetség nélkül senki sem fogja hazavinni. Fizetni meg nem tud, hiszen mindenét elvették. Egyedül lábra állni sem képes. Az elesettségnek, az elhagyatottságnak legkiválóbb példája ez a félholtra vert, kirabolt, tulajdonképpen megsemmisült ember. A történet folytatódik, nincs még vége a pokoljárásnak, a mélységnek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Ezek a mondatok nagyon félreérthetők, úgyhogy elegendő figyelmet kell szánni rájuk. A papok és a léviták egész Júdea területén éltek, és Jézus korában a papság a templomi áldozatokért, a léviták pedig a tanításért, igehirdetésért, templomi éneklésért voltak felelősek. Mindkét fajta szolgálattevőket úgy osztották be 24 csoportba, hogy évente 8 napra mentek fel a lakóhelyükről Jeruzsálembe, a templomba, hogy ott is szolgáljanak. Így került a pap is, meg a lévita is az országútra. Az eredeti szövegből kiderül, ahogyan a fordításból is hallhattuk most már, hogy lefelé mentek, azaz már hazafelé a Jeruzsálemben évente egyszer esedékes, fontos és várva várt szolgálatból. Való igaz, hogy a 3 Mózes 21:1-4 szerint Isten a papoknak megtiltotta, hogy halottat érintsenek, kivéve a családtagjaikat. Tehát ezen a szerencsétlenen azért bizonyára látszott, hogy még nem halott. Illetve a lévitákra Istennek ez a tiltó parancsa nem is vonatkozott. Talán attól féltek, hogy a rablók még a közelben vannak, és őket is kirabolják. Ez is egy lehetőség. De felmentést nem adhatunk a viselkedésünk még ezen napján sem. Tehát sem Isten törvényét, sem a körülményeket nem használhatja fel senki arra, hogy magát emberi kötelességének teljesítése alól felmentse. Ez a két ember elbukott egy nagyon fontos dologban, Isten és emberek előtt a történet szerint. Jött azonban egy harmadik, történetesen egy samaritánus. Ezek az emberek olyan közutálatnak örvendtek a zsidók körében, a zsidók meg ő közöttük, amilyet csak el tudunk képzelni. És ez a samaritánus ember, noha idegen, ellenséges országban járt, mégis részvétre indult a szerencsétlen földön fekvő iránt. Neki, magányos utazónak, kereskedőnek áruval felpakolva nem kellett volna félnie a rablóktól. Nem volt sürgős az útja? Dehogy nem. Mégis megállt. Pedig közte és a földön fekvő ember között csupán ember voltuk volt a közös. De ez elég volt az irgalomhoz. A pap meg a lévita látta és elkerülte, a samaritánus pedig látta és megkönnyörült rajta. Nem a látásból következik az irgalom, hanem emberi döntésen, hozzáálláson alapul. Mind a hárman ugyanazt látták, de csak egy döntött helyesen. Ez szolgál arra, hogy az Úr Jézus megtanítsa nekünk, hogy ki a felebarátunk. Az a felebarátom, akivel kapcsolatba kerülök, akinek akár csak bármi keveset, de tudok segíteni. A italosok szoktak nevetgélni mindig ezen, hogy a felebarát az csak félig barát,
vagy egy fél barát, hogy nem érezzük olyan közel magunkhoz, mint egy igazi barátot. De ez a szó régi magyar kifejezésből ered, ami ma is megvan bizonyos szó összetételekben, mint ügy, fél, vagy házas fél. Akivel felek leszünk, felei egymásnak. Ugye a halotti beszéd sorai is eszünkbe juthatnak a látjátok feleim. Tehát akikkel bármilyen ügyben kapcsolatba kerülünk, azok a fele barátaink. Nagyon érdekes, például a német nyelv más szóval fejezi ki, de mégis a bibliai igazságot, hiszen a fele barát az úgy van németül, hogy der nächste, és ez azt jelenti, hogy a legközelebbi, nächste, nächste. Tehát olyan, akivel az útjaink keresztezik egymást. Akivel a legközelebb kerülünk egymáshoz, fizikailag, nem is feltétlenül lelkileg. Tehát magyarul, akivel csak találkozom, akivel ebben a mai modern világban beszélek, vagy éppen e-mailt váltok, vagy Skype-on tartom a kapcsolatot, akivel bármilyen módon is összetalálkozik az életem. Mert ugye az fontos, hogy itt nem azt mondja, hogy a samaritánus embernek volt a fele barátja a másik, hanem azt mondja, hogy a samaritánus lett ennek az elesettnek a fele barátja. Tehát ez a példa előttünk, hogy aki meglátta a másikat, és a kapcsolatot nem elkerülte, hanem felvállalta a feladatot, ami a találkozásból következett, aki felvállalta, az a fele barátunk. És ez nyilván másik oldalról is igaz. Milyen tehát az Isten szeretetét elfogadó keresztény embernek a szolidaritása? Elsősorban nem lehet személyválogató. Mert nem csak a hozzám hasonlókkal kell együtt éreznem, hanem mindenki mással is, aki elém kerül, aki a felemmé válik, akivel kapcsolatba kerülök. Meglátom és nem elkerülöm, hanem az Isten irgalmával próbálok bánni vele. Még akkor is, ha nekem valami káról származhat belőle. Hiszen mind van, amit nem az Istentől kaptam. Ha pedig tőle kaptam, akkor ő szolgálatra adta. Nem az én érdemeim szerint. Így hát nekem is irgalmasan kell adnom belőle, nem pedig számítóan, csak magamra gondolva. Jaj, de jó ezt újra és újra elmondani. Mennyi válik ebből gyakorlattá? Keresztény Magyarország, keresztény Európa, milyen nagy szavakat szeretünk mi mondani. És hogyha a hétköznapi életet megnézzük, ugyan hány ember gondolja ezt valóban komolyan, hogy az elesethez oda kell menni, csak ha ezt a hétköznapi dolgot nézzük. Időnként ugye szoktak ilyen statisztikák, vagy ilyen tesztek is megjelenni, hogy valaki külön direkt kipróbálja, hogy vajon oda megy-e hozzá egy másik ember, ha rosszul van. És ilyen milyen szempontok döntenek, hogyha egy hajléktalan vagy alkoholista, akkor nem kell oda menni, mert biztos csak berúgott. De hogyha valami jól öltözött, akkor már azért nem mernek oda menni. Szóval fájdalmas ez, hogy sokszor elhangzik, még a gyerekek is fejből ismerik ezt a történetet, már az alsó tagozatban is, de vajon mennyi lesz ebből a valóság? A távlatot szemelünk, vagy szemünk elé véve, amelyet a ima heti rendünk elénk hoz, meg kell állapítani, hogy a keresztény embernek kötelessége minden jogtalan üldözés vagy elnyomás embertelenség ellen felemelni a szavát. Az meg végképp kötelesség, hogy ne nézzünk le senkit, és azokon, akiken tudunk, igyekezzünk szív szerint segíteni. Ez is fontos, hiszen a samaritánus viselkedéséből egyértelművé teszi az Úr Jézus, hogy nem csak egy kicsit segít, hanem szív szerint, igazán, hát ezért kezdődik ezzel, hogy irgalomra indult, hogy megszánta, hogy együtt érzett vele. Ez nem egy ilyen könnyen adomány kegyelmeségtől, amit oda vetnek, hanem ez szív szerint ennek az embernek összefacsarodott a szíve, ahogy meglátta azt a másikat, és nem tudta megtenni, hogy részvét nélkül tovább megy. És teljes körülön segít, nem csak ellátja a sebeit, és aztán sorsára hagyja, majd úgyis jobban leszel, kirabolni már nem foglak, hát nincsen semmit, majd előbb-utóbb elbotorkálsz. Biztonságba viszi a saját állatával a sebesültet. A saját költségén ápoltatja, és még határidőt sem szab meg.
adakozik az ellátásra, hogy a fogadós innentől tekintse a saját kötelességének, hogy gondoskodjon erről a szerencsétlen áldozatról. És nem adja meg a névjegyét, hogy utólag majd lehessen hálálkodni neki. Hát ez a helyes keresztény magatartás. Ami nem ilyen, az nem méltó a szerest fel barátodat, mint magadat isteni törvényhez. Persze nem kell eközben koldussá válni sem, hiszen a samaritánustól sem azt mondja az Úr Jézus, hogy mindenét odaadta a sebesültnek, ő pedig ott maradt ételért mosogatni a fogadósnál. Nyilván nem erről van szó. A keresztény körökben manapság ezzel is olyan gyakran lehet találkozni, hogy segítenénk mi, de hát ha mindenkinek segítünk, akkor már nekünk se van. Kedves testvér, értsd meg jól, az Isten nem bolondá akar bennünket tenni. Nem kéri tőlünk azt, hogy olyasmit is adjunk oda, amit ő éppen azért adott, hogy mi tudjunk boldogulni. A 2 Korintus 8.13-ban csodálatosan leírja Pál. Azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Nehogy úgy segítsetek másoknak, hogy a végén ti is segítségre szoruljatok. Ugyanakkor ne legyetek irgalom és részvét nélkül senki felé. Az ellopott vagyont nem pótolta vissza ez az ember a samaritánus kirabolt fele barátjának. Viszont arról gondoskodott, hogy ez az ember saját erejét visszanyerve hazatérhessen, és elkezdhessen újra gondoskodni saját anyagi létéről, jólétéről. Nagyon fontos még az irgalommal kapcsolatban, amiről talán olykor-olykor elfeledkezünk, hogy minket az Úr Jézus küld, ő hív el erre, hogy irgalmasan legyünk. Úgyhogy mi csak az ő nevében és az ő nevével összeférő dolgokat támogathatjuk a szolidaritásunkkal, az együttérzésünkkel szív szerint. Tehát a keresztény egyháznak nem feladata, hogy a hitetlenek hit ellenes kampányához fele baráti segítséget nyújtson. Nehogy azt gondolt, hogy ez egy általánosan érvényes dolog. Bárki bármit kér, azt nekünk muszáj megtenni. Mi a Krisztus elküldöttei, az ő szolgái vagyunk ilyenkor is. Abban kell nekünk irgalmasnak lenni, hogy a Krisztus szeretete növekedjen ebben a világban. Jézusért teszed, legyen hát, amit teszel, ehhez illő, ő hozzá méltó. Végül egy nagyon érdekes történetet találtam, amely valóban megtörtént. Éppen hogy az irgalmas samaritánus példájának valamiféle modernkori változata került. A 18. században egy igen nagy hóviharban Friedrich Oberlin német protestáns lelkész egy szolgálatból tartott hazafelé csak úgy gyalogosan. Akkora volt a hóvihar, hogy egyszerűen elfelejtette, hogy merre is kell neki menni, nem találta a hazavezető irányt. A hideg miatt valóságos veszélynek tűnt, hogy rövidesen meg fog fagyni. Kétségbeesésében leült, és imádkozott. Az imádságra válaszul, hamarosan arra jött egy férfi lovas szárnyal. Megállt, felvette a rémült lelkészt, és levitte a faluba. Amikor búcsúzkodtak, a megmentő mindenféle hálát visszautasított. Oberlin arra kérte, legalább a nevét árulja el, hogy utólag majd imáiba foglalhassa, hogy áldást kérhessen rá. Erről az ötletről a férfi felismerte, hogy a lelkipásztor előtte, hogy neki segített, ennek megfelelően válaszolt. Ön lelkész. Mondja meg nekem az irgalmas samaritánusnak a nevét. Oberlin meglepődött ezen a kérdésen, ezen a kérésen. Hát én ezt nem tudom megmondani, ugyanis nem közli a Biblia. A megmentő így folytatta. Nos, amíg nem mondja meg nekem az irgalmas samaritánus nevét, kérem engedje meg, hogy én is titokban tartsam az enyémet. Egyáltalán nem baj, ha az emberek nem ismerik a nevünket. Csak az a fontos, hogy a mi segítségünk, szívességünk az Úr Jézus szeretetére irányítsa az ő figyelmüket. Azokét, akik már figyeltek máskor is az Úr Jézus szeretetére, és azokét is, akik sosem találkoztak még vele. Hogy legyünk mi a Krisztus irgalmas karjává, lábává, szívévé. Krisztusban szabadok vagyunk arra,
hogy az emberileg elválasztott határokat átlépjük, sőt, tevékenyen eltöröljük. Hiszen az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és erről már a Biblia első lapjain értesülünk, ahogyan ma is hallottuk. Hát ezért is felelősek vagyunk egymásért. Nem lehet elnyomni, kizsákmányolni egyik embernek a másikat, mert ezzel az Istent is megbántja. Aki pedig szeretne Isten gyermekeként, tehát tudatosan mennyei atyára hasonló módon élni, mert atyához hasonló módon élni, arra ez aztán különösen is igaz. Milyen jó lenne, hogyha magukat keresztjénnek tartó országok, vagy legalább egy-egy keresztjén közösség, gyülekezet, felekezet, valóban úgy élhetné az életét, hogy ezek a szabályok, törvények határoznak meg minket, hogy irgalmasak vagyunk, hogy együtt tudunk érezni, hogy nincsenek határai a szeretetünknek, hanem ott segítünk, ahol az Isten bevon, ahol érdekelté tesz olyan értelemben, hogy felünké válik, tehát felmutat előttünk valakit, akinek segítségre, a Krisztus szeretetére van szüksége. De jó lenne, ha valóban erről lennének híresek a közösségeink. Legyünk készen, megváltunk szeretetével, névtelenül, semmit sem várva együtt érezni és tenni embertársainkért. Amen. Névtelenséghez szeretnék egy kedves és személyes történettel kapcsolódni. Egy korábbi gyülekezetemben volt egy nagyon, nagyon nehéz időszakom, volt egy nehéz dinamika a gyülekezetben, ami megterhelt néhány héten, hónapon keresztül, és a helyemen, ahova leszoktam ülni, ahonnan a szószékre indulok, a következő vasárnapoktól minden vasárnap, két éven keresztül az én helyemen feltűnt egy nagy tábla csoki. Mindig valami különleges, amit szeretett, ami a kedvenc. Semmilyen üzenet nem volt ott. Elsőre meglepődtem, majdnem ráültem, utána néztem ki lehet, ha valaki elvesztette a csokiját, senki nem válaszolt, aztán jövő vasárnap megint volt, és mindig két éven keresztül. Sosem tudtam meg, hogy ki volt az a gyülekezetből. Két év után sejtettem valakit, de csak azért, mert az a család és az a gyülekezeti tag az amúgy is úgy körbe burkolt a szeretetével, és egyszer mondtak egy ilyet, hogy pásztor, te hordozod a mi gyülekezetünk bűneit, nem úgy, mint Krisztus, persze másképp, mi hordozzuk a te terheidet és egyéb dolgokban, de csak itt akkor is járulták el, hogy ők voltak kevesebb. Nem kellett hozzá a nép. Az imádkozás előtt az jutott eszembe, hogy a testvérem hirdette az igét, hogy a legjobb mindig, ma este is, de az életünkben ilyen kis koncentrikus, táguló körökként imádkozni. Én ezt egy nagyon kedves református lelki pásztortól, Névai Pap Lászlótól tanultam, amikor én megtértem, nem keresztény családból, akkor az ő gyülekezetébe, néhai szeretett apóstol főgondnoksága alá tartozó Budakalász Pomász Csobánkai Egyesített Református Egyház községbe kezdtem járulatni Biblia órára. Még igazán hívő sem voltam, de tanultam nagyon sokat tőlük, és ő mondta azt egyszer, hogy most igen, úgy kell imádkozni, hogy először, mint a koncentrikus kör, mikor bedobod a követ a Dunába, és ahogy szétgyűrűzik, először magadért tudsz a te dolgaidért, aztán utána a kis családodért. Na, ha már ezt is felvállaltad imádságban, mehet tovább a gyülekezetedért, a településedért, a nemzetedért, a világ problémáért. Fordítva egy kicsit olyan furcsa lenne, nem? Már az egész világ terhét hordjuk, meg visszük, de a fele barátunk, aki ott lakik a szomszédban, azzal ezt nem tesszük. Nektek is testvérek ezt ajánlom. Valakinek valóban a legfontosabb és nagyon szívemből szólt a testvérem, a legfontosabb dolog az tényleg az lehet, szép volt a kép, akivel az utad kereszteződik. Az ezt jelenti, hogy mész, és ő is jön, és kereszteződik, tehát van találkozás. Milyen az, hogyha mész, és jön veled szembe valaki a faluból, és így kikerüled, igaz? Átmész a másik oldalra, és kikerüled.
nem kereszteződik az utat vele. Valakinek talán, én nem tudhatom, a Szentlélek igen, talán ez a legnagyobb témája ebben a mai igehirdetésben, vagy ennek üzenetéből. Az én fel a barátom. Van-e ellenfelem, van-e ellensége? Aztán van-e valaki a családban, akit ki nem állhatok, igaz? Ez is lehet. Ez is fontos dolog lehet. A gyülekezetben, akinek annyira más a felfogása, a stílusa, a dolgokhoz való közelítés, az életvitele, a megjelenése, hogy már akkor is irítál, ha látom. Igaz? Akkor ez az ima téma. Aztán, aki ezeket tudja Szentlélekben kezelni, ez mehet tovább. Gondolkodhat település szinten. Mit tehetek én itt helyben? Tahitót faluban, vagy csak ezen a felén, vagy csak azon a felén. Aztán akinek Isten növeli tovább a területét, az gondolkodhat. Duna Bogdány, vagy Visegrád, vagy másfelé, ha megyünk, Leány falu, Szentendre, menjünk a Duna felé, egészen átmenjünk Vácig, vagy az országban mit tehetünk, vagy a világban mit tehetünk. Nagyon sok mindent mond nekünk Isten. Az egész távoli kört említettem, akkor nekem még egy kép eszembe jutott, és az imádkozás ideje előtt még ezt röviden említem, hogy amikor az ember eljut olyan helyekre, például láttam Indiában, ahol a gyermekek, körülbelül óvodáskorú vagy első-másodikos korú gyermekek százával, ezrével guggolnak egy nagy csarnokba, és gyártják az Európai Unióba szánt termékeket. A kávét, a teát, a divatos női blúzokon lévő képeket, vagy sok-sok mindent. Így vakarja az ember a fejétnél, hogy mitől ilyen gazdag a nyugat, mitől ilyen szegény a kelet, és akkor megtudjuk, hogy mennek körbe, ahol gyarmatosítók, már felszabadult India, nem angol gyarmat többé, de megy körbe az angol üzletember, az iskolákban, beszél a rajztanárokkal, a technikatanárral, melyik gyereknek milyen a kézügyessége. Ezt a gyereket én elvinném magammal a városba. Hát ő jól tud rajzolni, ő is jöhet. Összeszedik őket, 100 forintért dolgoznak. Te meg, én meg megvesszük a drága kávét, teát is elfogyasztjuk. Én azóta keresem minden terméken. Rá van írva fair trade. Valami olyasmit jelenthet ez így magyarul, hogy igazságos kereskedelem. Ha tudod, hogy amit megvettél, annak nagy része nem egy mai gyarmatosítónál landol, és kap belőle filléreket az a gyermek, aki gyermekmunkában van, hanem egy igazságos elosztás. Valami jár a kereskedelmi, megkapja a kereskedő. Ami jár a marketingesnek, megkapja, de annak is, aki termeli. Szóval mekkora a világod, mekkora a látásod, mekkora a szolgálatod az Isten népében, ez mindegyiknek meghatározó, de az alapján fontos. A fele baráttal indul, akivel egy úton jársz, itt a faluban, itt az ifjúság úton, a Hősök terén, vagy odaállt a Tesco-nál, vagy bárhol. Most imádkozni fogunk, testvéreim, lehetőséget szeretnék adni az ima közösségben arra, hogy akinek gyakorlata, a hangos imádkozás, az mondjon hangos imádságot most. Annyit szeretnék csak kérni, hogy aki hangosan imádkozik, hangosan tegye, hogy mások ne vágjanak bele, és egy jól hallható ámennal zárja le azt az imádságot, mi többiek rám mondjuk majd, ha egyetértünk azzal, és valószínűleg úgy lesz, hogy úgy legyen, Uram, ámen. És aztán, amikor néhány ilyen imádság hangzott már, erre azért adok egy kis időt, akkor én majd az úri imádságot bevezetem, megkérem, hogy álljunk fel, és fennállva fogjuk elmondani a mi atyánk. Jó? Hagyjuk meg most a fejünket, testvérek, és mindenki a gyakorlata, élet gyakorlata, hite szerint, van, aki néma fohászkodásokkal, mások pedig, és erre is biztatok, hangosan, rövid hangos imádsággal jöjjünk a mi Teremtő Úrunk elé. Uram, én azért adok hálát neked, hát amikor azt parancsolod, hogy teljes szívből, lélekből, erőből és elméből szeresselek, szeressünk, akkor ezt már válaszként tehetjük meg a te szeretetedre, hogy Jézus Krisztusban mutattál meg irántunk,
Köszönjük néked a tőle kapott bűnbocsánatot és örök életet. És köszönjük ebből a szeretetből, bőségesen személyválogatás nélkül a fele barátnak. Amen. Amen. Magasztalak Istenem, te jóságodért, a te irgalmadért, azért, hogy gyermeket lehetek. Arra kérlek téged, hogy segíts meg egyenként bennünket, hogy hiteles legyen az életünk, hogy valóban, aki kereszténynek mondjuk magunkat, ha tudjunk lehajolni, Uram, bocsáss meg azt, hogy nem vagyunk mindig irgalmasok, ha tudjuk ezt gyakorolni, és ha tudjuk átélni mind azt a szeretetet, amit te adsz meg a szívünkbe, ha tudjuk továbbadni mások felé. Amen. Amen. Atyám, te az Úr Jézus Krisztus elküldted, aki nem fel akaratáért, hanem ellenségeért adta az életét. Köszönjük neked, hogy ebből az erőből kaphatunk mi is, ha igényeljük. Amen. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk végén szeretném hirdetni, hogy a holnapi napon, azaz kedden szintén itt leszünk a baptista imaházban, szerdán a református gyülekezeti teremben, csütörtökön a református gyülekezeti teremben, pénteken a római katolikus templomban, szombaton a református gyülekezeti teremben és a záró Isten tiszteletünkön, nem 6 órakor, hanem ahogyan szoktuk, 5 órakor a református templomban zárjuk az imahetet, illetve az utána következő szeretett vendégséggel minden alkalomra mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Most pedig hallgassuk meg az áldásokat mindenkitől. Hajtsuk meg fejünket! A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Istennek népe,
maga pedig a békességnek Istene, őrizzen meg titeket mindenestől. És a mi egész valótok, mint testetek, lelketek, szellemetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk véget ért. Énekelni fogjuk újra azt az éneket, amit tanulunk ezekben a napokban. Egy húsvér templomról, az emberről, akiben az Isten szent lelke lakozhat, önmagunkról, másikról, akiben az Isten szent lelke lakozhat. Az éneklés alatt mi igyekszünk oda hátra menni, és ott szemben most, azon a főbejáraton tudnak a testvérek az imaházokról eltávozni, velünk kezet fogni. Mindenkit biztatok arra, saját köszönési módján köszönjük, mi pedig úgy viszonozzuk, ahogyan ezt illik, nagy szeretettel, így módon egymást még inkább megismerjük, egymás tiszteletét kifejezzük, és áldást mondhatunk egymásnak. Isten áldjon bennünk! És otthon még olvashatja, tanulhatja, holnap is el fog hangozni ezeket.